Ez ilyen kukoricás, tápos anyag. Saját készítésű csaliát mutatja ez a tolnai horgász. Hosszú évek óta űzi ezt a hobbit, mint ahogy sokan mások a városban. Németh István, a Tolnai Horgász Egyesület elnöke szerint lényegesen megnőtt a horgászok száma az utóbbi időben. Amíg 2017-ben az Egyesület felnőtt tagjainak létszáma közel 700 fő volt, 2020-ban ez a szám 1000 fölé emelkedett. A pandémia az effektív egy katalizátor volt maga a tendencia vonatkozásában. Előtte is már emelkedett a horgász létszám, és a pandémia erre úgymond egyfajta katalizátorként hatott, és még exponenciálisan nőtt a horgászoknak a száma. Ez visszanézve egyébként nagyságrendileg úgy kell elképzelni, hogy 2018-ról 2019-re egy 17%-os növekedést értünk el, és 2019-ről 2020-ra pedig erre még a kamatos kamatelvű még egy plusz 18% taglétszám jelentkezett a pozitív oldalon. Ez a pécsi férfi már 1965 óta jár pecázni. Azt mondja, az utóbbi időben egyre több új arccal találkozik. Vannak sok fiatal, látok fiatalokat, tisztelet tudok, köszönnek. A Horgász Egyesületek Szövetségének Baranya megyei elnöke is azt tapasztalja, hogy egyre népszerűbb hobbi lett a pecázás a járvány ideje alatt. Jelenleg 20 ezer tagot számlálnak. Vannak olyan horgászok is, akik akár több éves kihagyás után ragadtak ismét pecabotot. Köszönhetjük a járványnak is, hisz nagyon sokan nem tudták a munkalehetőségeiket külföldön folytatni, hazajöttek, illetve idehaza is egy kicsit a munkába járás bizonytalanabb vagy szüneteltetett lett, és akkor, ahova ki tudtak menni, mert valamit azért tenni kell, ugye vírushelyzet idején is az emberek, így sok új horgászunk is jött a vizek felé. Tolna megyében is több a horgász. Egy év leforgása alatt csak nem 1000 fővel nőtt a számuk. Tulajdonképpen itt a 2020-as évben többek között a pandémia okán is sokkal-sokkal több horgászunk lett az előző évhez képest. 2019-ben 11.700 fő volt a felnőtt horgászok száma. Ez a 2020-as évben 12.500 fő környékén alakult. Ugye még ehhez jönnek a gyermekhorgászok, ami talán 2-3 ezer gyereket is jelenthet. Szakács Szabolcs úgy véli, a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások is elősegítették azt, hogy sokakat kezdett el érdekelni a horgászat. Többek között azokat a gyerekeket, akik a pandémia miatt nem tudnak sporteseményeken részt venni.